Bellew világos tehetségnek tartják még most a profik között, 8 győzelem. Igazi profi, ezek inkább ballal dolgozik. Hát itt még eddig a nagyon nagy szüksége nem volt, reménynek tűnik az ellenfél. Igen. Ellis, varázslatos és a szikla. Egyszerű hátra. Szólna Ellis, sokkal atlétikusabb. Hát azt tudni kell, nem árt egy jó erős felépítés, de a... Itt remekül dolgozott Bellew, akit a korábbi amatőr világbajnok Frankie Gavin az egyik legnagyobb angol tehetségnek tart. Hát van még ideje az. Egy-két rövid kis törzsforítás. Szép. Az igen. Ő távolsága, megvan a technikai képzettség. A mérkőzését Bellew a második, ma még nem került eddig az ellenfél. Kezd el húzni, szépek, az kemények ezek a... Hozhatja a várt. Ellis. Ezerről lazán venni ezt a mérkőzést, úgy csak a játékos. Közelről, távolról, hogy ezzel a lással elég sok ütést akar visszahajlás, Bauerogra. Megverte Floyd Patterson. Ez az Ellis nem lesz szervezeted alól ott a lakótömbje környékén. Nevezi a saját világbajnokát. Magabiztosnak látszik. Folyamatosan sakban tartja az ellenfelet, most meg is üti keményen. Járatok is benne, tehát amikor egy kicsit erőt gyűjt. Most nagy adok kapok alakul ki. Hú, de fölbőzült az ellenfél. Nem tudtam az ellenfelét. Fél térden van Ellis. Fogyni a szuszból. Épp szerintem kicsit megrázta, úgy között a csetepaté. Bal kézzel a bal kezet lehúzza. Nem maradt célpontra. Jó, de szép testütés! Robosztus embernek, hát ki mer ellent mondani? Hiába védte a fejét, ott van az a rés. Igen, hát ez... Hoppá! Ott is megvan a másik oldalon. Ezt én hogy örül neki? Óriás, hát én nem is láttam. Folytassa! Hát ez hihetetlen! Érkőzés közben beszélnek, de a bíró mutatja, hogy vége. Mekkora üvöltés! Gyönyörű, tanítani valóban a fűtés. Meg volt ám az eredménye. Ott már lengette a bíró törülközőt, lehet, hogy ő kérte, hogy adják.